nemzetközileg is elismert jogászokból álló csapatnak kell a kormány megrendelésére szakvéleményt készítenie az alaptörvényről és módosításairól, annak érdekében, hogy felvegyék a harcot a kritizálókkal. A munkát Trócsányi László, jelenlegi párizsi magyar nagykövet, volt alkotmánybíró, az Európa Tanács Velencei Bizottságának korábbi tagja koordinálja, sőt a Népszabadság. Alap azt írja, az idáig eltitkolt kormányzati lépés jól illik az elmúlt időszak stratégiájába, miszerint minden lehetséges fórumon fel kell venni a harcot a magyar vezetés politikáját bírálókkal. Kim Lynn Shepley a Princetonról úgy fogalmazott az előbb, hogy nagyon sok olyan alkotmányjogásszal találkozik Magyarországon, akik alaposan meglepődtek. Vendégem Lövétei István alkotmányjogász, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az alaposan meglepődők közé tartozik? Bizonyos értelemben igen. Persze az előtte és utána ugye más nézőpont. Én mikor elindult az egész folyamat, akkor azt kérdeztem magamtól, hogy miért van szükség egy új alkotmányra, ha úgy tetszik. Azon kívül, hogy van egy adott esetben fogadjuk el, hogy van egy új hatalmi helyzet, ahol kvázi a hatalom úgy érzi, hogy neki módjában van egy újat hozni. Tehát, miután erre a kérdésre már megkapta a választ, illetve a kérdés már nem most elváns. Már miután elfogadták az új alaptörvényt és sok minden, meg most már az ember nagyjából rájött, hogy igazából talán nem is volt egy igen elhatározott előzetes szándék, események alakultak, de egy vonal azért egész biztosan megnyilvánult. Mégpedig? Mégpedig az, hogy ez az új alaptörvény a parlamenti hatáskört, szerepkört, parlamentnek a hangsúlyozását, és miután a modern parlamentarizmus a kormány és parlament egységét és nem megosztását képviseli, ezért a kormány bázisát, pozícióját erősíti, mégpedig a korábban nem tapasztalt mértékben. Ez tehát a kormányzat potenciát növelő alaptörvény összességében. Erre reagált Kim Lynn Shepley úgy, hogy ennek az egyetlen féke és ellensúlya a magyar közjogban az alkotmánybíróság volt mostanáig. A jövőjéről mit gondol? Hát épp, hogy az alaptörvény, különösen a kiegészítés, tehát a mostan elfogadott kiegészítés, az annak a, meg lehet nézni, az alkotmánybíróságot érinti az alkotmányban leginkább. Tehát a szövegváltozás ott látható legjobban, és azt is láthatjuk, hogy már az alaptörvény elfogadása előtt is a 49-es törvénynek a legradikálisabb változtatásai a 2010-es kormányváltás óta, azok valójában az alkotmánybíróságra vonatkoztak. Ebben teljes mértékben tetten érhető az a szándék, hogy a parlamenti döntési jogkört nem kívánja túlzottan korlátoztatni az alkotmánybíróság által, ugye ez a mostani alkotmányozás. Mekkora a problémát fog jelenteni a jövőben az alkotmánybírósági korábbi határozatok semmi bevétele, vagy a nem hivatkozhatóságuk? Hadd kérdezzek egy konkrét példát. Ugye az abortusztal kapcsolatban a tiltás az, ami megfogalmazódik alapból, de a tiltás alóli kivételeknek a rendszerét azt az alkotmánybíróság dolgozta ki. És tulajdonképpen most ennek mi lehet a jövője? Ugye én azt mondom, hogy ennek a szabálynak logikailag a világon semmi értelme nincsen. Alkotmányos értelemben sincs értelme. Tudnék, miről szól ez? Értsük ezt a szabályt úgy, hogy az alkotmánybíróság nem gondolhatja át, hogy előtte mi történt az alkotmányosság terén. Ez nyilvánvalólag nem, mert hiszen az azt jelenti, hogy akkor az alkotmánybíró fejében lévő gondolatokat igyekszik kiplantálni ugye a rendszerből. Az más kérdés, hogy ennek a szabálynak a következő nem fogja beleírni az alkotmánybíró. Pontosan nem hivatkozhatja, különbéleményben indoklásban. XY 1998. évi, nem tudom hányas alkotmánybírói döntésem szerint is így történt, és most ez így. Nem ezt nem fogja beírni, de attól még az a alkotmányos tartalom, az ugyanúgy levezethető, tehát ez effektíve semmilyen igazi korlátozást nem jelent. Én úgy látom, hogy ez jelzés inkább az alkotmánybíróság felé, hogy bizonyos értelemben szakítson egy korábbi gyakorlattal, de ezt nem
formális értelemben, hanem tartalmi értelemben gondolja át az Alkotmánybíróság. Erre pedig az a vélemény, hogy ez nem azért fog bekövetkezni adott esetben, mert az alkotmánybírókra lehet majd így hatni, hanem azért, mert esetleg olyan alkotmánybírók lesznek, akik másként fognak gondolkozni, mint ahogy a Sólyom által megalapozott, most pont az abortusz, mondja, ez a Sólyom ideje alatt történt ezeknek a jogoknak a kibontása. Tehát az akkori alkotmánybírósági gondolkozás lehet, hogy egészen másmilyen lesz egy megváltozott értékszemléletű alkotmánybíróságnál. Új emberek másként fognak gondolkozni, mint ahogy a legfrissebben megválasztott alkotmánybíró, ha jól emlékszem, ezt mondta a parlamentben, hogy hát ő neki azt tartja a legfontosabbnak, hogy majd a történeti alkotmányt fogja védeni a alkotmánybírósági gyakorlatban. Valami ilyesmit hangzott el. Én nem voltam ott az ülésen, csak ami híradás volt. Tehát ezt egy korábbi alkotmánybírónak eszébe nem jutott volna így kimondani. Ha már az abortusszal kapcsolatban, egy konkrét példával kapcsolatban kérdeztem, egy másikra is még hat térjek rá, míg az időnk engedi, a véleménynyilvánítás szabadsága, illetve szűkíthetőségre, konkrétan a közszereplőkkel kapcsolatban. Van most egy konkrét példánk, Lázár János az emberi méltóságáért perel, most már a kártérítési per mellett büntető eljárás is indult olyan kommentelők ellen, akik valóban minősíthetetlen stílusban Lázár Jánosról nyilatkoztak. Állítólag a véleménynyilvánítás szabadsága, közszereplők, ennek való kitettsége szűkülhet a jövőben. Ön látja ennek a veszélyét? Nem csak a közszereplők esetében, tudni, pontosan ez az alaptörvényből átemelt csomagban történt egy érdemleges szakítás a korábbi alkotmánybíróság által is képviselt gyakorlattal. Tudni, bekerült a szövegbe, hogy nem irányulhat a véleménynyilvánítás szabadsága mások méltóságának a támadására, illetve méltóságának a becsmérlésére. Továbbá nem irányulhat sem vai, sem vallási, kisebbségi csoportok elleni tám. Tehát ez egy eleve korlátozás, ehhez képest ugye a közszereplő is egy ilyen korlátozás. Meg kell mondjam, hogy ami a magam részéről illeti, ez tényleg szakítás, tehát véleményemet illeti, ez a tényleg szakítás a korábbi gyakorlattal. Az Alkotmánybíróság ugyanis elsősorban még Sólyom Lászlónak a elsődleges álláspontját elfogadva elég tágan értelmezte, mondjuk angol szász módra értelmezte a véleménynyilvánítás szabadságát. Igen, a német példa például más. És én nem vagyok benne biztos, hogy számunkra az angol szász megoldás az igazi ebben a kelet-európai régióban, ahol hát egy ilyen súlyos történelmi balasztokkal zongorázzuk végig a történelmet, ami az angol szászoknak nem jutott osztályrészül. Tehát ott, ahol nem vittek el 600 ezer embert a gázkamrákba, ott esetleg könnyebben meg lehet engedni mondjuk olyan véleményeket, amelyek ugye a zsidó, vagy a cigány, vagy bármilyen kisebbséget esetleg sértő, de ahol elvittek, az nem biztos, hogy olyan jó. Na most ennek a lehetőségét megteremtette kvázi ez a mostani módosítás. Persze ennek a gyakorlata hát még nem alakulhatott ki, de ez kétségtelenül szűkítés, és ugyanilyen szűkítés a közszereplőkre vonatkozóan, bár a közszereplőkre gyakorlat az nem pontosan csak ezzel az alkotmányos változtatással, ez korábban megtörtént már, a korábbi szélesen értelmezett közszereplői státusz, ugye, amik jobban lehetővé tette, hogy a közszereplőket vizsgálat alá vegyék, hogy őket többet a sajtóba jobban tárgyalhassák. Ez már korábban megtörtént, ennek a szűkítése. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam.